13-as Fatipi, ez egy igazi varázspálca, ami mindjárt be is fogja mutatni és bizonyítani. Forgassa legyen szíves a kezicskéjével, úgy van, és Amálka át billeg ballag egyik oldalról a másikra, majd ugyanezt visszafelé is megteszi, így van, még mehet még egy picit, mehet kicsit, ne hátráljon rá, majdnem leesett, de hát ez még csak a gyakorlás, egy picit úgy van. Nagyszerű, hölgyeim és uraim, ez még csak a gyakorlás volt, de egy tapsot már Andi megérdemel. Viszont, kedves vendégek, kedves most érkezők, szükségem lenne a mutatványhoz még egy olyan gyerkőcre, aki látott már világ életében zongorát, esetleg tud is zongorázni, vagy szeretne megtanulni gyorsan zongorázni. Gyerekek, van-e olyan, aki tud zongorázni? És aki szeretne zongorázni, nagyon-nagyon könnyű. Képzeljétek el, jó, akkor megmutatom. Képzeljétek el, hogy én hoztam magammal az egér parádéval egy igazi zongorát is. Ez a, bocsánat, elnézést, ez az igazi zongora, ez is mindig az utolsó egérjükben szokott tartózkodni, és még ez mindig nem az, és ez sem az, akkor most már biztos, hogy itt lesz, ennél több egér megvan. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek az egérparádét. Egér zongoráját! Gyerekek, ki az, aki szeretne megtanulni egér zongorázni? Nagyon-nagyon könnyű! Kisasszony, ez egy nagyon könnyű mutatvány, nem? Rendben, ön kisasszony, nem? Ön kisasszony, ennél gyorsabban senki sem fog megtanulni zongorázni, ezt ígérem. Gyere drágám, látom, te a fellépő ruhádat vetted föl. Hölgyeim és uraim, egy nagy tapsot kérünk a zongoristánynak. Név szerint, hogy hívnak drágám? Lili. Gyönyörű neved van. Hölgyeim és uraim, akkor engedjék meg, hogy Lilit egy gyors talpaló egérzongora tanfolyamon kiokítsuk az egérzongorálás rejtelmeiről. Drága Lili, jobbkezes vagy, vagy balkezes? Nagyon jó. Akkor bal kézzel leszorítod ide az asztalra az egérzongorát, és a jobb kezeddel pedig csak tekersz. Fantasztikus lesz, tegyél egy próbát, drágám! Hölgyeim és uraim, egy nagy tapsot kérünk a tanítványnak! Fantasztikus voltál, Lili! Csak elnyomta a csikósok pattogása, de ne törődj vele, mi akkor is halljuk és érezzük a gyönyörű muzsikádat. Hölgyeim és uraim, most már nincs más hátra, mint hogy ezt a mutatványt bemutassuk önöknek. A távolállókat arra kérem, mivel mikrofon és védőháló nélkül adjuk elő a mutatványt, jöjjön közelebb, legyen szíves drága, egyébként is ott nagyon-nagyon tűz a nap. Kedves vendégek, arra kérek mindenkit, hogy folytsák vissza még lélegzetüket is, és kezdődjék Amálka mutatványa. Gyere drágám, hadd szóljon a muzsika, Andi, csak teke, és Amálka csak billeg. Ballag, még egy picit, igen, fantasztikus, eddig, és most visszafelé is, nagyszer, még egy picit, bátrabban mehet vissza Amálka, úgy van, és most előre, és hátra, és előre, és hátra, fantasztikus volt, és az zongoristánk is kapott hangtechnikai segítséget, a közönség pedig nem bírja tovább, és tapsba tör ki, fenomenális. Drága Lili, nagyon-nagyon ügyes voltál, gratulálok Anginak, és köszönjük szépen, és a közönség is megérdemel egy nagyon nagy tapsot, köszönjük szépen, elengedhetik, kedves, szaladj a helyedre, drágám!